A súlyos sérülések eddig elkerülték Hellebrand Mátét, az augusztusi berlini Európa-bajnokságon azonban lábtörés szenvedett az olimpikon gyalogló. Egy hónapig gyakorlatilag ágyhoz volt kötve Pokrovecki József tanítványa, a második hónapban viszont már úszással és kerékpározással hangolt az alapozásra a nyíregyházi atléta. Ettől függetlenül a hosszú kihagyás követően Máténak nem volt egyszerű felvenni a korábbi tempót. A kezdet az nem volt könnyű, rögtön egy debreceni edzőtáborral kezdtük a felkészülést. Hát az első két hétben teljesen úgy éreztem magam, mint egy kezdő sportoló, vagy egy hobbi sportoló. A púzusom, az állóképességem, az izomzatom, minden nagyon gyenge volt, viszont most már szépen kezd napról napra jobb lenni. Még távol állok a csúcsformától, vagy attól az állapottól képest, ahol tavaly ilyenkor tartottam, de bízunk benne, hogy a tavaszi versenyekre már ez már javulni fog. A tervek szerint Máté januárban és februárban is 3 hetet tölt majd Portugáliában, hogy jó körülmények között készülhessen fel a szezonra. Az év fő versenye számára az októberi katari világbajnokság lesz. Oda még nekem meg kell majd csinálni a szintet, ez lesz az elsődleges feladat, és hát igen, elég furcsa lesz, hogy nem augusztusban, hanem októberben lesz a világbajnokság. Ez hát a felkészülést is nagyban fogja módosítani, hiszen 2 hónappal kitolódik az egész szezon, és hát teljesen máskorra kell majd a csúcsformát élesíteni, illetve nekem már márciusban is csúcsformába kell kerülnöm, szóval egy szezonon belül 2-szer kell majd ezt megcsinálni, ami hát elég nagy kihívás lesz, illetve már megvannak a pontos időpontok, a rajtnak az időpontjai, és hát nekem egészen extrém időpontban lesz a rajtom, nekem ottani idő szerint 23 óra 30 perckor lesz a rajt, és hát egy ilyen 4 órás verseny az azt jelenti, hogy hajnal 4-ig fogok versenyezni, ami megint egy elég nagy kihívás lesz. Máté számára már a tokiói olimpiai célkeresztben van. Mint elmondta, a korábbi hírekkel ellentétben mégsem változik a kvalifikációs rendszer, így a bevezetés előtt álló világranglista pontok helyett a 2020-as játékokra is időeredménnyel lehet majd kikerülni.